Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárcún, a mai videóban pedig szeretnénk nektek bemutatni 10 darab magyar kötődésű kártyát, amiket személyes preferencia alapján toplista szerűen besoroltam. Ez persze teljesen szubjektív, hogy kinek mi tetszik, az viszont nem képezheti vita tárgyát, hogy magyar válogatott szurkolóként a 10 lap közül akár egyet is kiváltságos érzés birtokolni. 10. Panini Instant Euro 2020 Fiola Attila. Aki nem tudná, a Panini az Instant sorozatán belül bizonyos meccsjelenetekből készít kártyákat. Az 1-1-re végződő franciák elleni csoportmeccsen Fiola Attila lett kiválasztva sokunk legnagyobb örömére. A kártya egyébként nem kifejezetten drága, itt inkább nekünk magyaroknak lehet fontos ez az emlék. Ha minden jól alakul, hamarosan az én példányom is megérkezik ebből a labból, és akkor kézben fogva is be tudom majd mutatni nektek. 9. Panini Mozaik 2020-21 UEFA Euro 2020 Sallai Roland. A meccsekről kiválasztott jelenetek alapján készült kártyák a személyes kedvenceim. A legújabb Mozaik EB szériában megtalálható egy Sallai Roland lap, csak haba tortán. Nagyon szép fektetett dizájn, rookie jelvény, ami arra utal, hogy fiatal tehetségnek számít még Sallai. Speciális kiadás nincsen belőle, se számozott, így már pár ezerért is be lehet szerezni. 8. Top Scrum UEFA Bajnokok Ligája 2020-21 Szoboszlai Dominik. Nem hiányozhat a listáról az óriási tehetségnek kikiáltott Szoboszlai Dominik sem. A karrierét sajnos sérülések hátráltatják, ettől függetlenül nem lehet megkérdőjelezni a képességeit. A TOPS 2020-21-es szériájában a Salzburg mezben játszó Szoboszlai az egyik leglátványosabb Future Stars kiadást kapta meg, ami számozott is, tehát ez azt jelzi, hogy ritkább lapról van szó. Az értékét egyébként ebben az esetben is a szín határozza meg. 7. Hajrá Fradi 29. bajnoki cím exkluzív kártya Hajnal Tamás. A Ferencváros 29. magyar bajnoki győzelme kapcsán kiadtak egy díszdobozban elhelyezett pókerkártya csomagot, viszont ami a gyűjtők figyelmét még jobban felkeltette, azok a meccsen is hordott eredeti mezdarabos kártyák voltak. Minden dobozban egy darab található, korábban erre én is lecsaptam egyébként, és kibontottam itt a csatornán, ezért nálam a top 10-be Hajnal Tamás került be. Egyébként a megtalálható mezes kártyák között szerepel még Böde Dániel, Gera Zoltán, Nagy Ádám és Krisztián Ramirez. 6. Black Lab Football Hungary The Artist Set Tőzsér Dzsuzsák. Ismét egy Black Lab dobozból kikerült kártya, ez viszont egy Duász névre hallgató dupla aláírt. A kártyának két DVSC kötődésű válogatott labdarúgónk található egy-egy aláírás társaságában. Letisztult minőség, szép emlék azokba az időkből, amikor ez a két játékos még csúcsformában focizott. 5. Black Gold 2016 Dzsuzsák Balázs. A Panini egyik legszebb gyűjtőknek szánt szériájában is helyet kapott egy magyar, méghozzá a 2016-os EB-n nagyon jól szereplő Dzsuzsák. A lap önmagában egy szépségdíjas termék, a több rétegű megoldása bámulatos, viszont a csúcspont a számozás és az aláírás. Szerencsénkre több mint 100 darab készült belőle, így nem számít igazi ritkaságnak, viszont az értékét ettől függetlenül is jól tartja. 4. TOPS Major League Soccer 2018 Orange Parallel Jumbo Relics Nemanja Nikolić. Nikolić amerikai karrierje mondhatni pompásan sikerült, több évet lehúzott a Chicago Fire csapatában, ahol ontotta magából a gólokat. Az Egyesült Államokban hatalmas népszerűségnek örvendő hobbi és prémium sorozatok hamar kiszúrták, hogy a magyar csatár igazi közönség kedvenc. Egymás után jelentek meg a sorozatok, ahol mindig helyet kapott egy-egy aláírt vagy mezdarabos Nikó kártya. Az én választásom ebben az esetben egy narancs színű relik mezdarabos kártyára esett. Egyébként ebből is létezett 1/1-es fekete színű lap, de arról képet egyáltalán nem találtam, lehet, hogy még ki se bontották. 3. Panini Mexico 70 World Cup Cards Puskás Ferenc.
Puskás Ferenc az 50-es évek sztárja volt a labdarúgásban, akkoriban sajnos még nem volt népszerű kártyákat gyártani és gyűjteni, így az első jó minőségű lap egy visszaemlékezés kapcsán van, 1970-ről 1954-es VB-re emlékezünk itt vissza. A sarkos gyűrött példányok is értéket képeznek, hibátlan állapotúval pedig csak néhány gyűjtő rendelkezik. Második. Black Lab Football Hungary The Artist Set Cibor Zoltán és Fülöp Márton Cut Signature. A Black Lab kizárólag magyar játékosokból álló dobozában található Cibor és Fülöp National Legends Cut Signature lapjait tudnám felemelni a legjobbak közé. Az indok, hogy ezekről készült kiváló minőségű fotó, amit nektek is meg tudok mutatni, ettől függetlenül persze Dárdai Pál vagy Grosics aláírása által készült kártya se rosszabb, felemelő érzés lehet egy ilyen lapot birtokunkban tudni, ez 100%. Első Panini Prizm 2016 Magyarország logó 1/1 fekete színű. A minden magyar válogatott szurkoló által jól ismert logó, a Magyar Labdarúgó Szövetség címeréből a 2016-os EB kapcsán készített kártyát a Panini, azonban ez nem minden, hiszen ezeket a kártyákat különböző színekben is kiadták. A képen a méltán híres 1/1-es fekete keretes kártya található, amiből mindösszesen ez az egy darab készült. Tehát ez lett volna az én kizárólag magyar kötődésű lapokból összeállított top 10-es listám. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, mindenképpen írjátok le kommentbe, hogyha valakit szerintetek kihagytam, megérdemelte volna, hogy a listán legyen. Én köszönöm nektek a figyelmet, ha eddig nem tettétek volna még meg, akkor iratkozzatok fel és nézzetek szét a csatornán más videókért is, legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!